Perhaps I am focusing too much on the negatives. Huh. Jó, az well, is megvan. You know? I think you just convinced me. Talent like yours belongs in the courtroom. Oké, azt mondja, belső neuró erősítőnek köszönhetően bármilyen helyzet megoldási gyerekjáték lenne. Jogi reklámot akarsz, ezt mondja. Belső neuró teli találat. Érdekelne a véleménye a belső neuró erősítővel kapcsolatban. Intézkedtek arról, hogy a belső neuró nyílt piacra hozzák. Unfortunately, half my department's been poring over documentation, while the other half is writing... Nice to know someone is. Everyone's too busy praising its completion to think about the dangers it could represent. Veszélyeket figyel, aha. If I find out you use that device on me, I will tie you up in court on whatever charges I can conjure for the rest of your life. Second, that tech is one major human rights violation that no legal team wants to fight. I'll do whatever I can to make sure it's either severely delayed or collects dust in storage. Okay, akkor ő alapjáraton is az mellett dönt, az nekünk jó. Trump a törvényes keretken belül megfelelő oktatása végtelen alkalmazási lehetőséget kínál. Egyetértek, a belső neuró erősítőnek soha nem kellett volna napvilágot látnia. Well, I'm both glad jó, ez így jó lesz. The one person who has one say that. Masako is lucky to have you at her disposal, you know? You may be the greatest asset, aside from the internal neuroamp, that Ryujin has. Elintézem, hogy egyedül csak nekem legyen ilyen technológiám. I really do need to get back to my notes. Oké, fasza. This meeting should prove to be very interesting. I assume Masako briefed you on her preferred. Besenorra erősítő kellene használnom, hogy a testület aláírja az Infinity LTD vásárlását. That blasted tech. If it were up to me, I'd have shut down Project Dominion a long time ago. Igen, ő is le akarta állítani, az nekünk jó. And look what happened. Oké, azt mondja, saját szemünkkel láttuk, mennyire veszélyes technológia, soha nem szabadna eladni. Kezdettől fogva leszed, ami igen, nem, oké, ez így jó lesz, ez így ennyi. Let's just hope Masako and the others see it that way. Így látják, mert én elintéztem. If we vote to acquire Infinity LTD, we're about to add a significant workload onto my team. The last thing I want to deal with are any more incidents this new neuroamp might cause. Tökéletes. Akkor szavazz a végtelen ellen, én az önök oldalán állok. I hate to agree, but you're right. And I'm sure Masako will understand my reasoning. Now, if you'll excuse me, I have some preparations to make. We'll be announcing Ularu's termination of employment at this meeting. So, I need to have security ready to escort her off the premises. Jó, és az Ularunak az árulása is benne lesz ebben nagyon fassa. Na te jössz. Is Masako checking up on me to make sure I'm on her side? Talán ez attól függ, melyik oldalon állsz. Well, you can let Masako know to rest easy. It just so happens that her agenda lines up with mine. We just need to grab Infinity LTD while it's got the public's full attention. I'm all about free PR, especially when it's... Igen. Most már ingyenes, de pénzügyi és jogi nehézségbe sodorja a Ryujint. Megmentenénk az összes ártatlan alkalmazottat, jól mutatnának. I'm sure I can squeeze enough goodwill out of this to last us at least a year. Oké, akkor az a része megvan. Azt mondja, azt szeretné, hogy Ryujin jól nézzen ki, egy pontos dolgot nem szabad elfelejtened. Valójában nem csak az Infinity LTD-ről szeretnék beszélni. Well, you have my... Vesenóra erősítő kutatást be kellene tiltani. A possible backlash on tech like this is not lost on me. However, de a belső neuró erősítő, aha.
akkor őt megbeszéljük, semmiképpen sem lehet elhallgattatni az erkölcsi felháborodást. You're right. The moment you violate your customer's trust, there's a good chance they'll never come back. Even worse, you push them into the hands. Jó, ő is ellene fog szavazni. Well, it seems your talents really do stretch beyond just being an operative. Good talk. Nagyon jó. És már csak egy van vissza ő. You operatives really will wear anything. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting, and I believe you to be one of the best sources available. Bármilyen kérdésre van, azt mondja, szívesen válaszolok rá. Jó van, én is beszélni akartam veled a találkozóról. An efficient exchange, then. You've had the chance to encounter members of Infinity LTD throughout your assignments here. Do you think they're worth redemption? And why? Infinity LTD, persze, felvásárolni mindig jó. Abszolút, több ezer ember munkáját menthetjük meg. Saving the jobs of thousands is altruistic, which is not a luxury corp. It's a financial burden. It would be a huge undertaking on my part. Jó, akkor már meggyőzzük, Infinity kedvezőbb bérfeltételeim mellett vennék fel a munkavállalókat. This is true. Infinity never had the financial resources to match our salary offers. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have major payoffs in the long run. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? Jó, sikerült megmutatja, hogy Masako milyen kiválóan kezeli a legkülönbözőbb helyzeteket. And why do you feel it was well handled? Please note I'm not disagreeing. I just want to know the why behind your statement. Masakónak és Daltonnak már volt egy terve a tégla leplezésére, és működött is. Masako higgadt maradt, és ragaszkodott a tervhez, ha idő előtt kiadt volna az információt, pánikot okozott volna. I agree. Should Masako have informed us too early, we may have all turned on each other. Ja, ez igaz. I appreciate the insight. I suppose I should ask if there's anything I can do for you, considering how helpful you've been. Persze, nem arra erősít, a technológia veszélyes, és be kellene tiltani. It's only dangerous to those who can't afford one. Hence the added motivation that will bolster sales. Manipulálni, és amikor egy versenytárs rájön, hogyan lehet ezt megkerülni, az tiszta káosz. I think we all know how averse I am to chaos. Finances are my forte, so you make a good point. Okay. Our competition has yet to truly master neuroamps, but the possibility is there. It's a risk I am unwilling to take. At this time, this has been rather enlightening for me. I appreciate the time. Elméletileg kész vagyunk. Mi még mindig van valaki, ne basszatok ki. Ja nem, kész vagyunk, itt az ülés mehet. Hát jó sokat kellett dumálni itt. 7 darab igazgató tanácstag van, és mindegyiket meg kellett dumálni két külön dologról, az egyik a felvásárlás, másik meg ez a neuro erősítő. Hát kellett itt azért vitatkozni, na. És akkor most lesz lezárva ez az egész, gondolom én. All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity LTD's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity LTD. Infinity LTD átvételér irányuló szándékunkkal megnyugtatnánk a munkavállalókat. Believe it or not, I agree. The acquisition has risks and it's going to create a lot of work for all of us. But the overall payoff will be worth it. That and Infinity LTD's current situation makes them more affordable than ever. Arguments? After the series of security issues we've had lately, I'd be remiss if I didn't say the acquisition is a bad idea. This simply is not the time. I think what we're all overlooking is what led us to this situation to begin with. Yes, our security was compromised.
But considering Dalton was hired by Masako, the issue obviously starts at the top. In fact, I propose that Masako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mother, if anyone's going to be removed from power, pontosan erre vártam ezt a részt. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been dealt with. Hazudtunk Imogene-nek, hogy Ularu gyanúba keveredjen. Imogene egyszerűen áldozat volt, Ularu elültette őt. Imogene ártatlan, azt mondja, fontos szerepet játszott abban, hogy Ularu lelepleződjön. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Masako onto Lucas Drexler's computer. Hát van egy pár, én nem számoltam, nem tudom. Fired. Security will hold you in your office until a proper exit interview can be done. This isn't right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? I don't think so. This may be news to me, and I will be reviewing the evidence closely. But this isn't something you just get to walk away from. Azt mondja, itt végeztél, Ularu. Mondtam, hogy nem úszod meg. Security. Escort Miss Chen to her office. Na, ez jó volt. Stays put. You'll regret this, all of you. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of acquiring Infinity LTD? Aye. All against? Nay. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Nem, szerint a belső neuroerősítőn végzett munkát le kell állítani. The internal neuroamp is a key component of Ryujin Industries' success for the next 10 years, if not more. Why would we shelve it after we've finally perfected it? Ha már működik, már veszélyes. Megfosztja az ember szabad akaratától, és ez helytelen. I can't believe I'm saying this, but he's right. Regardless of the pros, the cons are too morally and ethically irresponsible to move forward with. The moment the public gets wind of the true capabilities of this tech, we're gonna suffer severe backlash. Very well. All in favor of shelving Project Dominion? Aye. Vina, prep Project Dominion for storage. Any other matters to bring forth? None? Hát, meg egy része. This concludes our order of business for today. Meg szerintem, ezt nem mondom biztosra, de akik nem kaptak kulcsot, mert alapvetően azért nem egy olcsó játékról beszélünk. Én azt vettem észre, hogy szerintem akik nem kaptak kulcsot, azok se streamelték. De hát ez meg olyan, hogy mindenkinek a saját maga döntése. Nekem tetszik, én megvettem ezt a játékot, mondjuk én nem úgy kaptam, de nekem megérte. A fine point, but it still proves its usefulness. The truth remains, Lucas Drexler learned a hard lesson, and we exposed a traitor among us. Így van. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Na így akarod megköszönni szívesen, csak a munkámat végeztem. Of course. But these particular assignments required a certain secrecy that most do not. Na, mit kapunk? I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you. Elvileg ez a chain vége szerintem, nem? May have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. Ez nem volt számomra semmi különös. Imogene's instincts were right about you. Now. As promised, I have bonus. A bonus.
I hope you'll find it appropriate for all you've done. Mit, me, and mennyi, I'm mennyi. Promoting you to senior operative. You've more than earned it. Ezért mindig alulértékelt kifejezés. Köszönöm. It's well deserved. As for the details, I think someone back on the operations floor would prefer to explain those to you. Ötezer, 8400, mi ez? Hát ez picsa, én 100 000-re számítottam, haver, hát mi van? Azt hittem, hogy itt potyogni fog a Della az égből, aztán semmi. Ilyet. Várjál, mit kaptunk még? Itt még valamit adott. Valami C, nem tudom mit. CBX-et adott, ilyet adott te, CQB, mi a közelharci, de jó van. Hajfordító, igen. Sokan csak végigszaladtak, ha jól tudnék angolul én is. Na, most akkor mi van? Itt végeztünk teljesen, nem? Végeztünk. You're looking interesting today. Na. Mi legyen a következő? Az a baj, ezt nem tudjuk megcsinálni, mert ez be van félelve. Menjünk, csináljunk egy ilyen szállítást. Kíváncsi vagyok, ez mit csinál. Azt hittem, hogy valami jobb revárdot kapunk. Mondjuk igazából a quest közben ez a neuro erősítő volt talán a revárd. Meg kell csinálni pár fejvadászós küldetést. Lehet azt csináljuk ám, hogy belépek a izébe. Belépünk a... Nem is tudom melyik az a szervezet, ahova be akartam lépni. Vanguard? Azt hiszem Vanguard, ugye? Belépünk a Vanguardba. Moslék, halihó, kösz szépen a csirkét. Na menjünk oda a szóbolygóra, jaj. Hát azt az izénél kaptam azt a pisztolyt, ez a sheriff hivatal, a Freestar, ja a Freestarosoktól. Szállítás intelligens érzékelő cél Deimos Chile udvar. Ja, köszi. Hát az.
És köszi ismét a csirkét. Captain on deck. Na, félre, félre, félre! Deimos. De várjál már, Deimos. Ez így ennyi volt? Le is szállítottuk, és hello? Csak meg kellett jelenni? Aha, jó. Valamit akkor benéztem, na mindegy. Most viszont valami kalózt kell felszámolni, ha jól látom. A Vega bolygónál. Na nézzük. Milyen garancia? Due to the uncertainty of the political situation in the settled systems, we think now is a great time to renew your ship's warranty protection plan or purchase a new one if you lack coverage. Ez miről beszél? Szeretnék többet hallani róla. Nem, köszönöm. It sounds like you're not interested in hearing more. That's too bad. We'll continue to reach out to you with additional opportunities. Thank you. Hát de... Én majd tudom, mikor akarok új hajót venni, meg milyen garancia járt le, ez normális? Bazeg! Szárok. Crimson flottának a tagjai voltak. Oké, fasza, minden jó. És kell a gravitációs hajtó. Ó, oh, azt nem hiszem el. Thank you.
Megjöttem, már végig is van. Építeni és sőt azért igen, igen, itt minden van. Jó, jön, ami néhány pótalkatrész, ez kell. Helyes, adjad. Oké. Hol van még a másik? Itt a másik. Két kemizonos hajó, mind a kettőt én lőttem szét. Szkenneljünk egyet a bolygóra. Itt mindent kell csinálni. Egyébként az a terv, hogyha majd meg lesz minden alkatrész, az nyilván sok el lesz, de hogyha meg lesz, akkor építek egy saját hajót a nulláról majd. Na nézzük. Itt most háború lesz. Ó, ez mi? Mi ez a bolygó? Havas? Red Mile. Nagy balhé. Please return to your table. It's bad practice to leave our establishment without paying your bill first. If you need some fresh air, pay up, go outside and come back in and start a new check. Ennyi. I'm sorry, but I didn't think it would be a problem. You were wrong. Dead wrong. Ja, mert ugye úgy akart kimenni, friss levegőt szívni. Egy olyan bolygón egyébként, ami nincs légkör, hogy nem fizet. Bár nem, az hülyeség, nem lehetséges, hogy nincs légkör, hát lemasna a hó, nem? Nagyon vagány vagy. Az igen. Szia, Wardom, szép estét neked is. Judging by the wide-eyed and clueless look on your face, I'm guessing you're the new deputy. Én vagyok az új helyettes. Wonderful. Well, your timing couldn't be worse. I've spent weeks trying to crack this smuggling ring, and I'm about to take a very important meeting. Sajnálom, hogy te erre vagyok, de nekem dolgom van, azt mondja. Ne aggódj miattam, egyedül is boldogulok. I hope so. I don't have time to catch you up, so you're gonna have to follow my lead. I'm about to meet with a contact who might be able to give me vital information about the smuggling ring. If you play your cards right and don't do anything stupid, she might be able to help you find Marco. If you're ready, my contact is here and waiting. Itt tudsz majd fejleszteni hajóhoz rejtett rekeszeket. Csempészek, Redmine. Beszéljünk az informátoroddal. Follow me.
Mondjuk az lehet, hogy hasznos lenne. De az kell valami küldetés sorozatot csinálni, nem? It's a pleasure to have you. You said you'd be alone. Yeah, well, things changed. Take a seat. Nothing quite like the excitement of a run. So you're working with Autumn, huh? Who are you? Ki vagyok én? Helyettes vagyok, Proven. Is that so? The deputy here is interested in meeting Marco to talk about that mercenary company he's been funding. Since part of that money is coming from his smuggling operation, we're working together. So you're investigating the first? Why? Várjatok, mi? Itt most valami félre ment, most... Nem ez volt az, ahova nem engedett napközben leszállni? Amikor elkezdtük a streamet? De ez az, baszki! Most várjatok, nem is ezt választottam ki! Hogy tudtunk leszállni a bolygóra? Kipecselték a menet közben a játékot? Vagy most mi van? Na mindegy. Megpróbálják elapni egy gazd a földjét, és tudni akartam miért. Come on, quit wasting my time. Seems like a strange thing for a mercenary company to be doing. I guess an introduction is in order. Like Marco? Jade here is the head of a small smuggling cartel. Difference is her crew stays out of Freestar Collective space, while Marco's group operates exclusively within it. Except now he's looking to expand his operation, and he started moving in on my territory. Sikis megtalálni és ahhoz nőt, azt mondja, mondd meg hol van, hogy elintézhessem a rohadékot. Now you're talking. Look, the bad news is, Marco's incredibly paranoid. He never stays in one place for long. The good news is, I know how to find him. But you're not going to tell us yet, because you want something. I want the same thing you do. I want Marco out of the picture. But like I said, getting a meeting with him can be damn near impossible. One of the few people who can arrange such a meeting is right here at Red Mile. May divine. We've suspected for some time that Red Mile was a meeting place for smugglers. If she's in business with Marco, she won't give him up easily. Nagyon meggyőző tudok lenni. Mit tudsz May Divine-ról? She's the owner and manager here. Inherited the place when her husband was killed. Biztos vagyok benne, hogy van valami, amit fel tudunk ajánlani cserébe. Nagyon meggyőző tudok lenni. Yeah, well, so can she. I can tell you right now what she's gonna want, because it's the same thing she always wants. She wants runners. It's how she makes most of her money. Of course, people that hard-blooded aren't easy to find. Yeah, well, I'm not going out on the mile. That's a death sentence. There has to be another way. You've been a ranger long enough that too many people know your face and your name. Runners attract a lot of attention. If someone recognizes you and tips off May, this whole thing is shot. You, on the other hand, are just a deputy. It's pretty unlikely that a lot of people know you. You don't have to do this. We'll find another way to get to Marco. Mi az a futó? Nincs rejtőnk, tudom kell, mit tervez a first. Alright, it's your call to make. If it's really as simple as asking May Divine for a meeting with Marco, then I guess that's all you need to do. We'll wait here for you. Try not to die. Belemegyek bármi is ez. Nézzük meg. Viszont ami nekem fura, és tényleg átváltott, leengedett szállni a bolygóra, srácok. Mert jöttünk ide napközben, és nem tudtam leszállni. Emlékeztek? Be volt bagolva, hiába nyomtam rá, nem történt semmi. Megcsináltuk ezt tisztel, aztán elmentünk más küldetést csinálni. Mondjuk helyette befejeztük a cégest igazából, úgyhogy az tök menő volt. De akkor be tudjuk ezt is fejezni, akkor befejezzük ezt, ennek a küldetését is. Zsír. Ah, a new face. I wonder, is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? Or simply one seeking a respite from the burden of the world? Lehet kell hozzá az erő. My name is May,
And I'm the proprietor of this establishment, home of the famous Red Mile. Nem, mert ezek izé, ugye frakcióküldetések, ezek nem függ egyik a másiktól. Red Mile, soha nem hallottam róla. Never heard of it. Never heard of it? Lehet megsértődött. You're in for a treat then. The Red Mile is the settled system's most exciting sporting event. Brave contestants from all corners of the galaxy come here to try their luck in a deadly race to the finish. Halálos verseny, na ez jó hangzik. Those that don't, I quickly forgot. I'm happy to answer any other questions you might have. In the meantime, please enjoy our world's famous hospitality. Marco Granzinit keresem, azt mondják, ti ketten ismeritek egymást. Pontosan mit kell tenned a Red Mile Run-on? Well, it's quite simple, really. Once you register with me, we'll have a little pomp and circumstance before sending you on your way out the big red door. Then it's a race to the buzzer at the other end of the course. You'll deal with obstacles and deadly creatures alike, while people up here place bets on how far you get. Ja, értem, szörnyek, aha. And you'll stand to win riches and the admiration of your friends. Az fasza. I'm sure you can figure out what happens if you fail. Úgyis szörnyvadász vagyok amúgy. Brinkmanship, szertartás. Just a little introduction we do to get the fans all worked up. The Red Mile is a spectator sport, after all. Most people don't complete the course, so this is a way to give those unfortunate souls a proper send-off while they can still appreciate it. Okay, köszönöm az infót. Of course. And if you're thinking of running, just let me know. I'll be glad to sign you up. Jó, írjál fel. Azt mondja, Marco Garcini-t keresem. That is true. But Mr. Graziani values his privacy. Graziani. What is your business with him? Exactly. Neki akarok dolgozni. It's no small favor that you're asking. But yes, I can arrange such a meeting. It's been too long since we've had proper entertainment. If you're willing to provide it, I'll give you Marco. Ó, király. Are you prepared to run the Red Mile? Na, készen állunk a Red Mile-ra? Matt. Good. Once you've begun, I'll collect bets from my patrons who will place wagers on your survival. Biztos, hogy jól fogok visszajönni. That's what every runner says. Nem muszáj, mert különben vége lesz a játék. Now that we're clear on what's expected of you, are you ready to begin? Good. Come with me and I'll introduce you. Ooh. Na, egy pillanat, mindjárt azok inni. Na most arra leszek kíváncsi, hogy a fegyverémet azokat használhatom ezen a futáson. Szia pajatek! Egyébként ez az erő... Ez mire jó? Amit megkaptam a főküldiből, már azon kívül, hogy csinálok egy ilyen mezőt. Antigravitációs mező. Így nagyon nem jöttem rá. Now is the chance to get a good look at our fearless challenger as you contemplate
ladies. Do you see the fire in those eyes? What is that if not stealing? Oké, és ránézek majd mindenképpen. I think you'll agree that we're in for quite a show. The rules are simple. Go through the door and take the elevator down to where the mile begins. Activate the beacon at the base of the tower and see the distance. Once you've done so, return here alive and your run will be complete. Go now, runner, and see if you can survive the battle! Okay, hát jár a taps, nem volt valami nagy taps. Az igen. Na nézzük. Nézzük, mi történik el. Szörnyik, hol vagytok, gyertek? Baszki, de jó néz ki! Mi az a kráter? Ez nagyon jól néz ki. Na, lőszerem az már van is, ennyi. Hát... ez a legerősebb fegyver, ami nálam van jelenleg. Jelen fog a lámpa, azt már látom. Az meg hát... azt a kú... mi ez a rinocérosz vadállat? Ez egy darab volt, jó? Hát elég nehezen hal meg. Pedig fel van upgrade a fegyverem egyébként, csak úgy mondom, hogy ez mi a lószar. Lehet, hogy egyébként majd energia fegyverrel lövöm őket, nem tudom mennyire bírják. Ez mi volt, haver? Ura körülményes egyébként a mozgás néha a játékban. Hogy mekkora HP-ja van ezeknek amúgy. Hát még te kellettél ide. Jet.
Meg a stunt! Hát de így, hogy nem tudok mozogni. Nem lehet mozogni, já, jó? Ez így vicces azért tényleg. Inkább nem ölöm őket, ezt sem értem ölni. Az igen, bazd meg. De neked szarokat nem fogom ölni, semmi értelme, hát olyan ellenállók mindenre. Nem gond. Rám köptek és megáll a karakter, és újra 6-szor meg kell nyomnom a W-t, hogy el tudjak indulni. Ez ami felbassz. Na. Egy kis pihi. Ilyen stunt adnak, és megáll a karakter egy helybe. Oké, azt mondja, hogy kell nekem gránát. Egy darab. Ennyi. Sajnos kell jobb fegyver még mindig. Fel kell fejlesztem a fegyver mahinálást. Csak az pontok kellenek meg minden. Nagyon sokat kell beléjük lőni. Na, hát nincsen baj, egyébként sima. Nézzük csak, hogy állunk. Ez 12, ez meg ennyi. Úgy is van. Rohadt ellenállóak ezek amúgy. Köszönöm a kezem. Na hát
Hát ez egy idegesítő egy rész amúgy. Haláli. Istenem, e billentyűzettörős rész. Hogy állandóan nyomogatni kell újra és újra a gombokat. Na ez egy felesleges, ez ilyen stun lock. Inkább úgy csináltam volna meg. Na vagy csak üdvözöllek a csatornán, köszi a követést. Ezt a questet inkább úgy csináltam volna meg, hogy nem stálok, hanem inkább egy hiteljenek le, aztán halljanak normálisan, és akkor lehet haladni. Azt, hogyha meg egyet nem találsz el, vagy nem lőd meg jól, akkor majd meghaltál, az kész. Az úgy jobb lett volna. Ez a stálokkolós rám lőnek, és itt megáll a karakter, meg újra kell nyomni a duplavét, az kicsit olyan fura. Nem baj, legalább van itt egy ilyen. Fasza. Na, itt van egy balisztikus fegyverek kritikus találata, ebből már van egyem, most van még egyem. Ez már nem kell. Bassza. Hát ide felefutottam is amúgy. De hát azért szeretem közben megnézni, hogy mik vannak. Megmondom őszintén. Megint megállt egy helybe. Már nincs kitalentálva. Nem kellene ki ilyenek egy jetpack, áh. Van annál jobb talent is. A rohadt dögjeim, hogy jó ellenállóak.
Hallod, de ezeket egyébként még gránátvetővel se lehetett volna megölni rendesen. Congratulations, runner. You have succeeded where most have failed. In fact, you seem none the worse for wear. Na persze, mert nem futottam azért. Indeed you have, and in most impressive fashion. As promised, I'll set up your meeting with Marco. I'll dispatch a courier to let him know you're coming. Please take a moment to relax and enjoy our hospitality. I'll return shortly. Érdekes küldi volt. You made it. You must be tough. You're back. Are you okay? Persze, kicsit idegbeteg vagyok, de amúgy minden oké. Okay. Really? Either the Red Mile's reputation is exaggerated or you're just that good. Anyway, I'm relieved you made it through okay. Why? Afraid you'd lose all that work you put into your smuggling investigation? I wouldn't expect you to understand. All you see in people is what you can get from them. Fegyverekre kell talentelni, mert kevés. That was an incredibly brave thing you did. And we need rangers with that kind of courage. Also, I owe you an apology. I was pretty awful to you at first. I'm sorry about that. Azt mondja, nem is olyan rossz. Igen, tényleg az volt, tehát tettem én valamit veled. Jó van. You're right. Let's focus on the job. Once you're on your way, undokoskodott velem. To the rock and let the marshal know what's going on. Come home safe, deputy. That's an order. You always were the soft one, little sister. Oh, go to hell. Or at least make yourself useful and get us some drinks. Jó. Menjünk tovább. Feeling about you. Pardon me? Na, itt vagyok. Time for me to keep my promise, runner? You can find Marco on Kodos aboard his ship. Rossz helyre kent az ajakrúst. He is not exactly patient. Good. Travel safely, runner. Should you ever crave the challenge of the mile again, it will be here waiting for you. Kedvet fogok kapni, majd úgyis ki kell mennem meg szkennelni később. Viszont kellene lőszert venni, mert fogytán van a lőszerem, és ez nem jó. Hát te ki vagy? Hey, you're the captain of that ship. Is your registration paperwork in order? Természetesen, mert mi van? Truth is, I don't really give a damn. I gotta ask. Because it's my job, you know? And don't get me wrong. I used to care about running a tight operation. Had everything going nice and smooth. But when May started building this place up and hired those mercs, everything went straight to hell. I voiced my displeasure, and now I'm on the outs. Azt mondja, úgy hangzik, mint a dolgok megváltoztak volna. Sure has. May, she's got these big ideas about making this place some kind of must-see attraction for the whole settled systems. You'd think she'd care a little bit more about the quality of the damn starport. Anyway, I'm sure you're already sick of my bitching. If you need parts for that ship, or a top-up on the grab drive fuel, that's me. No. Nézzük, mit van. Take a look and tell me what you need. Hát, mert van neki valami jó cucca. Vagy mégse. Azt mondja, hogy a jó építés. És akkor mi kell nekem? Forgatás opciók, hozzáadás G. Szerkezet. Ez mi? Fegyvertartó. Pajzsgenerátor, na. Nem pajzsgenerátor fog kellene nekem, hanem nagyobb izé.
reaktor, hogyha van már, de szerintem nincs. Erre nem lehet két reaktort használni. Befesteni? Alól láttam olyat is. Azt hiszem, hogyha kiválasztod az adott modult, akkor lehet színezni. Ha minden igaz. Lakómodul, mik ezek te? Raktár. Ez lakásmodul mindegyik, ha jól látom, ugye? Gravitációs meghajtó, az nem érdekes. Sebesség mi? Üzemanyag tartály. Scan zavaró, ez micsoda? Egy letapogatás zavaró, amely 10%-kal növeli annak esélyét, hogy átcsúsz egy hajó letapogatásán, ha rakomány pajzsot használsz. Ó. Aha. Hajtóművek. Dokkoló. Pilóta fülke. Raktár. Na, vannak raktár modulok, várjál. Árnyékolt. Aha, ez lesz az. Árnyékolt raktár modul. Na, jó napot kívánok, ezek azok akkor. Készletének rendelkezés álló helyét a rakomány pajzsok elrejtik a csempészárút a hatóságok elől. Ja, azt vágom, persze. Árnyékolt raktármodul. Lehet, hogy ilyet be kéne szerezzünk. 2600-ba kerül az lószar. Csak ugye itt a kérdés az, hogy hova? Hova rakod fel? Mivel lehet forgatni az itemet? Azt mondja, hogy... Fegyver, szerkezet, fegyvertartó, berendezés lemez. Micsoda? Berendezési lemez. Lehet, hogy fel sem tudom rakni egyébként ezt a vacakot. Berendezési lemez, ez mi a szarra jó? Hát azt tudom, hova rakjam ezt amúgy. Hogyha úgy nagyon őszinte akarok lenni. Szét kell borítani hozzá az egész hajót, amit most nem fog megcsinálni.
Úgyhogy szerintem megyünk is tovább, mert